Hétről hétre változik a helyzet a megyei első osztályú bajnokság tabellájának élmezőnyében, a 23. fordulót követően a Nagyecsed áll az élen. Ádámszky Róbert együttese 3-2-re verte a Tiszakanyát, és ezzel megelőzte az 1-1-es döntetlenre végző Nyírgyulajmándok párost. Az Ibrány 6-0-ra kiütötte a Csengert, és 6 gól született a Baktolorántháza Fehérgyarmat meccsen is, 5-5 a hazaiak, 1-et a vendégek szereztek. Egy gólt lőtt a Cisza-Vasvár is Vásárosnaményban, viszont 4-et kapott, így a 3 pont naményban maradt. A kiesés elől menekülő Máté Szalka 2-1-re legyőzte a Fehérgyarmatot, a sorstárs Gyulaháza pedig a Nagyhalász múlta felül szintén 2-1-re. A forduló egyetlen döntetlenjét a Balkány Kisvárda 2 gól nélküli meccse hozta. A tabella élén a 46 pontos Nagyecsed áll, megelőzve a 45 pontos Nyírgyulajt, a 44 pontos Mándokot és az egy meccsel kevesebbet játszó 43 pontos Ibrányt. Alul is nagy a tülekedés, a 22 ponttal 13. Máté Szalkát a szintén 22 pontos Csenger és a 20 pontos Gyulaháza követi. A sort a 11 pontos Tiszavasvári zárja. A 24. forduló párosítása a következő, Tarpa Gyulaháza, Kisvárda 2 Nagyecsed, Tiszavasvári Máté Szalka, Csenger Nyírgyulaj, Tiszakanyár Fehérgyarmat, Nagyhalász Balkány, Baktalórántháza Ibrány és Mándok Vásárosnamény.